Sziasztok, Szöcsi vagyok, és ez itt a GFF. Bizony, elhoztam nektek újra a Crash 2-t. Lehet látni alul, 1996-os játék, elnézést az előző videóban nem tudtam pontosan megállapítani. 96-ban készült és 97-ben adták ki. Úgyhogy igazándiból szerintem semmi okunk panaszra, se élményben, se grafikailag, se semmiben. Úgyhogy sikerült megcsinálnom a mentést. Egész eddig azon gondolkoztam, hogy mit rontok el, aztán rájöttem. Hát, ha csak egy kitömörített fájlból próbálok játszani, és mikor kinyomom, ez elveszik, tehát igazándiból no comment. Itt fejeztem be a második szintem, direkt nem is mentem tovább. Nagyon-nagyon régen játszottam már a Crash 2-vel, abszolút nem emlékszem a havas pályákra, hogy mi miután jön, fogalmam nincs. Az első szintet viszont már annyira megjegyeztem, annyiszor próbáltam menteni, hogy full megjegyeztem mindent, és igazándiból sose jött össze a mentés, úgyhogy mindig kezdhettem előről. Na, hát itt lehet látni pici cuki üzét jeges macit, ő Polár, aki egy kedvességgel szolgál nekünk, amit nem tud mindenki. Viszont annál kevesebben, hogyha Polárral egy ideig ugli-buglizunk, akkor megajándékoz minket, mert egy idő után feladja. Úgyhogy adjad ide, ide vele, buksi! Na. Kaptunk tőle plusz életeket, úgyhogy nem is húzom a szót, lássuk az első pályát. És meg is van. Tehát csak hogy miért nyűgöz le annyira ez a játék? Gyerekek, ez 1996-ban készült. A Final Fantasy 97-ben is japánok csináltak. De ebben már van beszéd. És nézzétek meg, tehát a Crashnek a reakciói. Egyszer hihetetlen. Észrevehető, hogy fázik. Miből? Innen. Ez tök konkrét. Egyszerűen leáll és elkezd remegni. Hopp, és már meg is van. Na. Csúpi. Hey! Na, így kell megdöbleni. Viszont ez az almagyűjtés, erről kiderült, hogy ezek nem almák, hanem valami egyéb gyümölcsök, de nekem akkor is alma marad, mert dart up le. Appare. Nem már! Igazi loser. Ale, apa! Egyébként van egy-két alma, amit... Van egy-két doboz, amivel több almát tudnék összegyűjteni, csak az időigényes, és nem videózás közepette akarok itt én ugri-buglizni a... Dádám. Tehát itt a bal alsóban nem egy alma lenne, hanem legalább 10. És akkor most nem 50, hanem 60 almám lenne. Mert nem csak 59. Na jó. Próbáld meg most nem elbaszni. És haladjunk. Megvárjuk, amíg ezek a kis nyomorodcok ilyen mennek. Ó, az igen, hát az respect, gyerekek. Az szép, az ilyen volt. Ó, oh, süni! Ez terrorban akar tartani. Van boldogám. Igen, ahogy nézem, a süninek nem igazán jó ötlet, hogyha megpróbálok ráugrani. Elé, hopp! Hőt! Még ezt a ládát nem hagyom ki. Mondom, nem hagyom ki. Ó! Oh. Hajj! Hogy? Figyelj, megpróbálom el. Á, nem. Oké, ennyit boldog erről. Igen.
Igen. Plusz egy évet. Hogy összetörtem már egy téged? Nem szólok semmit. Nem, esküvem szó. Legalább most nem voltam túl messze. Appari. Oké, megvan, siker. Oké. Hogy? Összes minden almát összeszedünk, és irány bónuszpálya. És bolt arccal fölkeltett. A játékban igazániból fizikát ne igazán keressünk. Tök fölösleges. Jaj, igen, úr, ezt nagyon utálom. El kell jönni ide. Ezt kipörögni, utána összeszedni az összes almát, utána ide visszajönni, és megvan az élet. És vannak ennél bosszantóbbak, amikor bónuszpályán van ezek. TNT-t, mint például itt. És akkor ennyit kapunk. Nem baj, és itt is igazán van, szerintem csak a láda volt a lényeg, hogy azt tessék összetörni. Igen, indultam tovább régen, már nem. De, akkor ez nem itt volt. Ele, apa. Igen, aki játszott konzolos játékkal, az igazán volt, szerintem meg se döbben az ilyen látványokon, tehát hogy semmi közepén egyszer csak ilyen rohadt nagy kő. Semmiben levegő kristály, tehát ez a konzolos játékban nem igazából meg se le. Elméletileg, ha ezen 200-akat pördülnék, akkor, vagy ezért 200-at ugrálnék, akkor utána kapnék egy bónusz azért dobozt, amiben benne van egy szürke kristály. És így néztem, hogy há, nem. Így is ott hagytuk a pályának több mint a felét, tehát a két titkos pálya, ami mellett elmentem, az pályához tartozott. Na mindegy, milyen a rózsaszín kristály, úgyhogy folytassuk. Jó van, most nem beszél az ilyen kortex. Jöjjön a következő pálya. Mert kíváncsi vagyok, hogy itt kik lesznek az a főbosszok. Abszolút nem emlékszem. Jaj, ne! Minden pályának megvan a maga zené, és annyira észrevehető egy idő után. What, ez nem volt sokan. Egyébként azok, hogyha halacskákat ki lehetem pörögni, rohadtul nincs kedvem. Oké. Okay. Igen. Jó, semmi probléma. Ezt bármi áron. Ezt megmutatom nektek. Titkos pálya. Sorry. Úgyhogy így lehet kijutni. Itt van egy ilyen titkos warp room. Ez az Isten hozott a pokolban kategória, tehát itt leesni nem tudsz. Gyere! És akkor így visszajutsz, csak nem kerül életbe, tehát igazándiból itt az űrben vagyunk. Ez igazándiból úgy néz ki, mint nem is tudom. Hát igazándiból mint a három. Na mindegy, menjünk vissza. Ilyenkor mindig, amikor ahonnan kijövünk, oda kell visszamenni, mert annak a titkos pályának a részére jutunk el. Ciki. Oké. Elég nehéz rész. Viszont nincsen begyorsítva a játék, ilyen most a zenéje.
Ez már kicsit gyorsul. Ah, nézd már itt, hogy burduga önmagában. Az igen. Ezt meg ne kérdezzétek, hogy tudtam össze. Aha. Na jó, és oda, hogy jutok föl? Most el kell pocsékolnom két életet. Most néhány olyan már nem fogok tisztízni. Ó! Hogy? Ide? Hát ide? Ah, ne már! Nem érdekel, akkor is megcsinálom. Nem érdekel. Ha belekerül 15 életembe, akkor is meg fogom csinálni. Ó, az igen, láttátok? Ez még róla pattantam. Ja, hogy arra kellett volna tovább ugranom. Aha. Igen, hogyha csak simán ezért a kört nyomom, akkor Google, és akkor nagyobbat lehet ugrani. Tehát olyankor jön ez a lábfelemelős. Gyerek! Nem érünk rá ennyire. Na végre! Gyerünk! Hát ezt nem hiszem el! Nem szabad paráznom, nem félek attól, hogy leesek, és szándékosan leesek. Oké, okay, megvan, sima, hibátlan. Gyerünk! Ah, majdnem! Gyerünk! Az Isten áldjon meg! Jó? Ez is megvan. Ez is megvan. Na most. Most biztos nem. Kétségre egymást felé. Nitro. Ez már gyorsul. Azt már nem, innen nem. Jó, sorry gyerekek, ezt nem tudom meg... Nem, egyszerűen nem bírom. Jó, a Snowgo-ról már kijöttünk, tudom, nagyon jó. Itt lehetne megszerezni egyébként a piros gyémántól, de nem. Oké, eddig próbálkoztam elvezetni egy rakás életet. Viszont inkább bemutatom a kedvenc pályámat, jó? Tehát ez nekem kell mutatnom egy kicsit. Polár, nem véletlenül ült ott Polár. Figyeljétek majd azt a fejet! Elkapom, és már mehetünk is!
És hol arra kell menni? Ez annyira aranyos. Polárnak egyetlen képessége az ugrás és a tempó. Oké, akkor ezt már buktam. Ott nagyon jó, elbuktam egy életet. Viszont ilyenkor bármi, ami meg tud támadni, az mégis fog támadni, és mégis tud ölni. Úgyhogy így tudunk még vele sietni. És akkor igazándiból ennyi. Igen, ez az, amikor meghalunk, hogy a gatyánk a fejére kerül. Na, futi tovább. Semmi probléma, ez a rohadt nagy bálna itt. Miért ugrál, amikor veszítek, nem tudom. Oké. Nitro között te sprintelni. Nagyon jó, megvan. Ilyen éppen hogy csak sikerül akadályok átszedni. Az, hogy másodjára hol ugrana, én nem tudom. Hey! 33-at szedtünk össze, nézzük meg mennyiből. 48. Nézzük, hogy most hol tartunk. 45, jó, hát a három ládát még láttam is. Semmi probléma. Megvan a kristályunk, mehetünk tovább. És a kupolár még ott ugat nekünk. Na nézzük, crash. Nem rémlik ez a pálya. Csem. Nem szeretem az ilyen pályákat, megint a hógulyó. Igen, meg ezek a rohadt csapdák. Oké, semmi baj. Így vagyunk, ezt át tudjuk futni. Ne, essek már bele minden ilyen szarban. Ma már most leesik az ilyen golog. Yeah. Ja. Aha. Nagyon jó. Nem. Nincs ez az Isten. Nem. Van nekem elég bajom. Köszönöm szépen, megvirkulnak vele így is. Hú, de jó lesz. Oké, megvan. Siker. Gyerünk. Ó, hát ez nem volt sokan. Mi? Azt hittem. És ez a baj, hogyha az ugrást később nyomom. Én ezt szeretem, amikor így... nem, most nem csinálta. Mikor ezért nem érek be elég időben. Mikor ilyen éppen hogy csak be tudok esni pályára, akkor majd meg tudom mutatni, hogy mit csinál. Hey. Wow! Hát ott majdnem leestem. Oké, hát ezt elbuktam. Gyere csak, gyere! Aja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 j
Gyerünk már. Nincs annyi időm. Ale hoppá, szépen végigcsúszunk. És most mehetünk is tovább. Jó. Ezek a bónuszpályák azért jók, mert ugyanúgy bele vannak számítva azéba. A pálya maximálisan elérhető doboz számai közé. Viszont itt legalább nem veszítünk életet. Gyerünk már! Tehát, hogy ha ezeket nem csináljuk meg, akkor is meg lenne a maximális dobozszám, de ha megcsináljuk, akkor meg biztos, hogy megvan a maximális dobozszám. Tehát ilyen fuck logik kicsit. Oké. Okay. Ez is megvan. Alma. Szedni kell az almát, mint az őrüt. Igen, meg kell az alma. Alma jó nekünk. A alma.
Ez is megvan, az is jó van. Na most egészen... Jó! Ja. Ez a macska azt bekaphatja, érted? Nekünk 30 életünk van. 31. Hey, hey, hey. Yeah. Yeah. Na és akkor ilyet csinál. Hoppó. És akkor így érkezik. És hát igen, azért lehet látni, hogy ez itt állok meg, akkor is még mindig kilapít. Szeretem egyébként ezt az arckifejezést. Ezt a... Csúszik, és nem tud stabilan állni. Tehát ahhoz képest, hogy egy gyerekek majdnem 20 éves játékról beszélünk. Nem sok ilyen 20. Basszus. Hát milyen feelinges már. És hol készültek ilyen játékú számítógépre? Könyörgöm. Még a Diablo 1-ről beszélhetünk, ami abból a korszak, annak a korszaknak a környékéről van. Jesszus úristen! Újra imádtam ezeket a pályákat. Annak idején. Itt igazán ez ennyi volt. Oké. Okay. Vannak ezek a kis bizbaszok. Mint például itt az angolna. Akire úgy élik vigyázni, mert az angolna az rád. Igen, de ez... Ez sem. Nem baj, legalább borduga itt van velünk. Elé, hopp. Oké, ezt rangon elcsesztem. És itt 2-in van. És akkor megmarad bordugám. Nagyon jó. Tudtam. Vannak ilyen hosszabb részek, ahol nem szabad sokáig rajta állni. Köszöttem. Nyugi, nyugodt vagyok. Semmi baj. Nem vagyok ideges. Erre még egy almát is ott vagyok. Hajime! És még a burdugám is oda. Nagyon jó. Az sem úgy sokat. Tök hangulatosok ezek a zenék. De most nyomkodtam! Az Isten basszom meg. Már elnézést. Igen, kicsit néha úgy leveri az égszíjat, hogyha már ennyire láttam a saját bénasságom. Azt ott belepörögsz, abba is belepörögsz, úgy. Na. Igen. És abba belepörögsz, úgy. Úgy, megvan. Rohadás vigy el a lábad. Igen, dadpatkány, aminek tüskés a széle. Viszont ha ráugrunk, akkor... Oké, okay, megyünk az alma irányába. Fuck you! Rohadná ketté? Nem baj, legalább bónuszpálya, bónusz, az legalább nyerünk egy kis életet. És akkor ilyen mindenféle ilyen csatornákba visz le, mennyit van ez. Érdekes. Hey! Plusz egy élet, ez már most tetszik, ezt nem csináltam még semmit. És akkor, na ezt mondtam, tehát ezekből a ládákból sokkal több jön ki. Csak macera bejutni. Alá. És akkor fölülről meg ilyen. Oké, okay, nagyon jó vagyunk. Szereztünk plusz egy életet, egy rakás dobot, meg néhány alatt. Nagyon jó. Na, haladjunk végre. Várj, és akkor... Aha, ezzel... Igen, nem. Mivel adom vissza? Aha.
Oké. Megyünk, maradunk az alma irányába. Az alma jó. Szeretem az almát. Ah! De jó, hogy az alma irányába jöttünk. Oké. Vajon akkor mi lehetett a másik oldal fele? Rakás alma. Vagy még jobb. Banán. De jó. Szót se kérek. Nem baj, visszamegyünk most a gyatalma irányába. Ó, és megint van egy rakás alma. Az a baj, hogy most nem azért nem akarom kipörögni a ládákat, mert lusta vagyok, hanem azért, mert azok le voltak zárva, és azokat csak így lehet összetörni. Istenem, ezek az akadályok. Hülyét kap tőlük az ember. Tehát ezek a lezárt ládák, ezeket is. Wow, még egy élet, itt is van még. Itt is van, és tudom, hogy ezeket csak egy van. Hey! Itt visszafelé, semmi. De nézzétek meg, ahhoz képest, hogy 96-7, hát milyen kidolgozott. Egész kis jó pofa. Egyébként a történetre sikerült rájönnöm, hogy igazándiból Crash nem is róka, hanem valami erszényes állatoknak akar lenni a vezére, vagy valami ilyesmi. Vagyis nem akar, csak az erszényesek akarják, hogy a vezérük legyen, vagy valami ilyesmi az elsőnek a sztori, de ígérem a következő videóra megtudom nektek. Úgyhogy eleinte nem végigjátszásnak terveztem a Crash-es videót, viszont így szintenként szerintem egész korrekt. Úgyhogy így viszont ott lesz. Ezzel a felbontással. Most igazán nem tudom, hogy ez 720 lesz, vagy... Ó, öcsém, egy ládát hagytam el, királyság. Jó van. Tiszta hülye, aki nem normális. Jó van, és akkor most már csak egy pálya van vissza, és akkor jöhet a fő ellenség. Nem, Zerkres. Istenem, gyerekek, semmi kedvem ehhez a pályához. Nem kell, hogy csúnya. Tehát viszont utólag rájöttem, hogy ezt a növényt, ezt említettem, hogy aki játszott az évvel, ezt az utólagos pörgés hangot azért, sorry, emulátort, mondtam, hogy ezt a növényt, aki játszott a Plant vs. Zombies-szal, az ott találkozhatott vele, tényes való, itt volt korábban. Nem, most nem megyünk ezt itt most napra, tudjuk, hogy az ott van. Nagyon jó, szeretjük, aztán soha többé. Elegem van a titkos mapokból egy időre. Oké. Majdnem. Egy. És itt jön a másik élet. És itt jön az élet. Basszus, nem láttam, hogy ott van mellettem burduga. Oké. Hát most majdnem összepisítem magam, úgy megijedtem. Oké. Igazi hősök vagyunk. Úgy, de szeretem az ilyet. És megvan mind, kivétel nélkül. Menjünk. Hogy rohadnátok meg.
Jó van, de sikerült. Jó, még egy ilyen... Nem. Nem, gyerekek, én most ehhez öreg vagyok. Oh! Ha, csak szer. De oda kapott. Igen, ott is lenne egy titkos pálya. Nem, az nem titkos pálya, ott ide lehetett volna eljutnom. De tudtam volna eljutni. Tehát most ezt adhatom oda kapcsolatot. Egy is pontosan négyet. Ezekkel az örvényekkel vigyázni kell, mert mint mondtam, tény és való, tudnak segíteni, persze, csak hogyha pancser vagyok veszítve. Ah, jó van, akkor nem aggódok, nem csak néhány dobozt hagytam el, de rakással. Gondolom a Defran dobozait is beleszámítja, meg mit tudom én, gondolom volt még valahol. Gondolom a titkos pályáknak ezért is beleszámítja. Úgyhogy igazándiból gratulálhatok magamnak, készen van a második szint. Lássuk a fő ellenséget. Menjünk tovább. Kik jönnek, nézzük. Jaj, ne szorakozzál velem! Hú, de jó a Komodo testvérek. Komodo Joe és Komodo Mo. Igen. Komodo Joe-val, a baloldalival, vele találkozni fogunk a későbbi játékok során. Na nézzük. Ó, Borduga a második szinten van. Ennek örülök. Ennyi? Az nem is nehéz. Hát ez meg van, ez tök könnyű. Megint megfordíti, megy jobb a balra, mint a mérgezett egér. Belepörgöm a bátyába. Igen, megint dobálja. Ezt kell megcsinálni háromszor és kész. Joe meg ez így. Mindig be van tépve. Jó térez. Oh! Na, álljál már le. Nem veled? Hogy nem szívültél? Na végre. Nézzétek meg ezt a táncot. Mi már? Ezt komolyan mondom, ez beteg. Úgyhogy... Na hát gyerekek, ennyi volt a második szint. Nem fogok most nekiállni a harmadik szintnek, mert nem. Most nincs az az Isten. Good show, Crash. The Komodo brothers obviously lacked your metal. Jó van. Igen, szép show volt. Úgyhogy meg tudtuk csinálni a második boss-t is sérülés nélkül. Úgyhogy nagyon jó, itt szintú, hogy 5 pálya van, tehát minden ilyen rumba 5 pálya van, ez mondjuk evidens most már, csak mondjuk itt most már egy kicsit nehezebb mapok lesznek. Úgyhogy el is mentem, de a Reading Memory Card, úgyhogy 22%, az úgy egész jó, tetszik, teljesen jó, úgyhogy igazániból ennyi volt már a Crash 2. Nagyon szépen köszönöm, hogyha végignéztetek, ha tetszett a videó, lájkoljátok mindenképpen, valamint, hogyha eddig nem tettétek, megiratkozzatok fel a csatornámra. Legközelebb megmutatom az egész harmadik szintet, valamint lehet, hogy belemutatok a negyedik szintbe, és kérek kommentárokat, hogy tetszik-e egyáltalán, nem tetszik, valamit csináljak másképp, vagy esetleg próbáljak meg titkos pályákon végigmenni, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy végignéztetek, sziasztok!